Találkozunk élőben akár már most vasárnap Veszprémben, március 25-én Budapesten, vagy pedig április 15-én Szolnokon. További infókért link a leírásban. Sziasztok, én Dévék, és ez nem más, mint a My Gaming Club, és folytatjuk tovább a kis kábelekünknek a történetét. 1% kaja? Hűha, spawning save location? Ja, gondolom ez volt. Piac, hogy 1% kaja? Úristen, akkor gyorsan be. 11%-os ücsi, nagyon szép. Figyelj, akkor nagyon gyorsan a kis boltba, mielőtt meg ilyen halnék. Nem tudom, egyből én halok 0%? Várjál csak, most meg sem tudom nézni, hogy állok életügyileg. Jó, nem is baj. Padló! Nyomjuk! Megjöttem! Csá! Kérek ilyet, meg remélem lesz rá elég pénzem, meg ilyet, meg csokit. Gyorsanad ide! Az utolsó 10 dollárom van, érted? Megisszuk. Megesszük. Vedd már ki, vedd már meg. Oh, yes! Minden sikeres vállalkozás eleje. Épp hogy csak az éjjelhalás szélén. A csoki alig vitt föl, így árérték arányban a konzervhez képest. Szóval azért az annyira nem megérős. Na várjál. Nem nagyon van olyan, hogy HP-nk, szóval annyira nem álltunk közel a meghaláshoz. Úgy néz ki. Na jó, hát egy dollárom van. Abban még veszek egy ücsit, hogy eladhassuk. Ez minden befektetésem. De elméletileg nem lesz probléma, mert hogy az első setupunk már működik. Szóval jöhetek a vásárlók, a felhasználók, és ne teszhetnek rajta. Oppá, ott egy kis pénzecske, ami 7 dollár volt, igen, mert ugye nullám volt, és múltkor is ennyit kaptunk érte, szóval akkor ez a setup, ez így 7 dollár. Hát, kicsit kiábrándító azért, de annyira nem rossz, és eszembe jutott, hogy ha már, bocsánat, pont kikapcsoltam, ha már van még egy monitorunk, akkor miért nem használunk 2 monitort, hát ha 7 dollárból mondjuk 8 lesz. Nagyon fontos, hogy legyen egy másodlagos monitorod, amiközben böngészel az interneten. What X? Shit. Azt nem mondd már, hogy az ott nem jó, ha odarakom. De jó. Valószínűleg csak egy monitort vesz be. Nem baj, azért odarakjuk. Jobban néz ki. Csak az ad képet. Hát mondanám, hogy akkor veszünk rá valami jó Steam-es gémet, de nem. A GTA 4 kicsit drága, az 32 euróért. Van itt 8 euróért Dota 3. Jó, 36 giga. Jézusom, 36 giga? Jó, de legalább meg tudjuk venni. Az nem utolsó. Mennyi van ide bent? 8 zöldár. Jöjjön akkor a Dota. Beloginalunk. Igen. Nem tudom, ki akar majd dotázni úgy, hogy what? Ja, ez kártyán kell, hogy legyen. Aha, logikus. De nem tudom, ki akar majd úgy játszani, hogy az én accountomon dotázik. Kicsit furán hangzik, de most akkor ezt még nem teljesen értem, hogy akkor most meg kell venni, vagy ő bejelentkezik, és akkor aminek a játéka megvan, akkor végül is azzal tud játszani, szóval nekem nem is kell játékot venni. Fura. Mondjuk hát csak van értelme megvenni. Időközben meg eszembe jutott, hogy itt is láttam én ATM-et a Hardware Store-ba. És itt van olyan, hogy pénzt berakni. Berakunk egy 8 dollárt. Oh my god. Csak nyugodtan, nem akarok zavarni. Tanuljunk addig. Új nap virrat, szóval tovább tanulhatunk. Néhányan azt írtad a kommentbe, hogy szerintetek azért írt 0%-ot, mert hogy 0% a hibája az alkatrésznek. Ez furán hangzik, de végül is, ja, akár ez is lehet. Nekem nem ez az első gondolatom, érted? De végül is így, hogy már tudjuk, hogy minden jó volt, így már logikusan hangzik. Megint 7 dollár, nézzük csak. Yep. Most az a kérdés, hogyha lesz egy játéka, egy nagyon brutális dotája, amit nagyon remélem, hogy le is tudunk tölteni. Ja, és ez multiplayer, szóval nagyon fog neki örülni, gondolom. Ó, ott van, és fel kell telepíteni, szerencsére az a 36 giga úgy tép lefelé, mint az állat. Antivírus, csináltak valami hülyeséget? Bye. Jó, csak letölteni volt ingyenes. Aha, értem. License missing. Nagyon jó. 15 dollár az alapcsomag. Csá. Na, az is van. Dota 3. Opa, benchmark test 19 FPS. Hát, végül is itt megy. Nem túl szép felbontás meg ilyenek. Csak valószínűleg ez mindig így néz ki, akármit csinálok. Hát nem mondanám, hogy playable. A francba. Nem biztos, hogy jó lesz az értékelésük. Cthulhu. Az azért csak el fog menni, nem? Az ilyen 2D-s, azt hiszem. Sose sokkal drágább, 14 dollár. Na mindegy, mindjárt meglátjuk, hogy valaki értékelni fog-e. Hát
inkább böngészik és képeket nézeget, mint hogy ilyen belépjen 14 FPS-sel. Meg tudom érteni, barátom, meg tudom érteni. Hoppá! Felcsapta a Dotát! Azt figyeld! Hát, és jó ez neked? Hát, nem mondanám, hogy mosolyog, de nagyon gamer fejjel néz, nagyon koncentrál. Hát figyelj, ez... végül is nem lehet rossz. Ó, pisilnem kell. Jaj, bocsánat! Már megyek is ki, nem akartam a nyakadba húgyozni. Minusz 44 boldogság. Nekem? Hát de húgyoztam. Az jó. Hogyha neki ment volna le, azt még jobban megértettem volna, de... jó, szóval nem húgyozunk a boltba. Bocsánat. What? Killed volt, hogy mi, srác? De jó vagy. Fel is töröllek, már olyan izzadság van itt alattad. Nem bírsz magaddal. Szégi öltözik. Ez jó fej. Na, végzett is. Nézzük csak, mennyire volt elégedett. Mennyit kapunk? 14 van most. 27 lett. 13 dollár, apukám. Nagyon meg volt elégedve a Dotával. Most ebből veszek magamnak élelemet, hogy ne halljak meg. Ez valami sör, nem? Hát iszedjünk egyet, érted, itt a sikeres üzletre való tekintettel. Egy kis ilyen is jöhet, kettő. Az nézzük, mennyi szomjúságot visz föl. 20-at, és boldogság 10. Na, azért csak jobb, mint a kis pia. Gumicukor, 2 dollár. Fú, azért nagyon sokat elkérhetünk. Meglátják, és instant megveszik. Hát túl boldogok azért nem vagyunk, de úgy egészen túl fogjuk élni a következő napokat. És kérek 4 gumicukrot. Ennyi volt az összpénzem. Kösz szépen. Mi van itt ezekkel a hülye bevásárló kosarakkal? Hát menj a gumicukromát. Kéne valami sós magyaró is, és akkor... nem akartam megenni. Istenem, mennyi boldogságot felvitt? 20-at? Tehát mondjuk igen, a gumicukor az boldogság. Adjunk nekik is egy kis boldogságot, tessék. Nem ám kis pénzé. Alapból 4-ért adnánk, ez 2 profit, hát mondjuk annyira nem sok. 6-ot kérek érte. Durva áru ez. Hopp, már ott van a kis zöld hasú, és milyen kis... aranyos, hogy nem nyúlta be, pedig ő már egy új vásárló. Még szerencsé, hogy 0 dolláron van, így könnyebb megszámolni, mennyit kaptam. 7 dollárt. Akkor ő nem dotázott, ő csak simán netezett. De ő viszont dotázik, szóval ő megint csak a többet fogja fizetni, ugye? Hát vagy ugye percdíj alapján van, és akkor igazából ő netezett is, meg dotázott is. 14, ő csak 5-öt adott. Akkor ő csak dotázott? Oké, mindegy, nyomjátok, farmoljunk egy kis pénzt. Na, 50 dollár van a kis kártyámon, a gép is gyönyörű szépen fel van töltve, és most nem ül itt senki, szóval végre leülhetünk, és talán akkor meg tudjuk venni ezt a gémet 14 euróért, be is loginolunk, igen. 14 euró, és nézzük, van-e még valami, amilyen olcsóbb, 10 dollár, Capital Warzone. Figyelj, legyen minél jobb a lehetőséget tárháza, illetve ott a Minecraft, Minecraft. Jó, így mint valami német káromkodás, de ezt is megvesszük, 26 dollárért tudnak Minecraftozni. Ennél többen nem is kell szerintem. Itt így jók vagyunk. Ja, várja, fel is kéne telepíteni. Ő közben dotázik. Szépen feltelepítünk mindent, de remélem fel fognak férni, mondjuk hát ilyen 2 giga, 6 giga, meg ilyenek. Mennyiünk van még rajta? 182 giga szabad, gyönyörű. És itt meg lehet nézni, mik vannak benne, milyen cuccok. És személyre is lehet szabni azt, a micsoda háttérképek. Nem lehet a srácot beállítani a háttérképnek. Meg olyan jó kis izét lőttem róla. Fotót ott a hotdogos csávorról, meg ilyenek. Legyen ez. Látják ezen a gyönyörű szép OLED kijelzőnek a előnyeit, vagy mi. És a Stulhu 50 FPS-sel hasít, az már majdnem játszatónak nevezhető. Megőrülsz, Minecraft? 30 FPS? Jó, hát na. De... hé! Most tényleg a gépnél, hagyjál már! Valószínűleg már Minecraftozik, az megjött az első zombit, ez pedig ilyen kis építgető, és ez is 60 FPS-sel fut, gyönyörű szép játékokat belőttünk, amik úgy jól mennek. Emetek vannak fenyegetések. Mondjuk ez nem tudom, hogy miért fontos. Valahol jó lenne látni, hogy mik az értékeléseik. Aha, a MyClub alkalmazás. Mindig szokott lenni egy app, amivel így nagyjából tudjuk látni. Várj, itt ki tudtuk nyitni. Igen, itt majd többet is, több klubunk is lesz. Ó, 7 dollár per óra? Aha, tehát hogyha egy órát használják a gépet, akkor az 7 dollárba kerül nekik, és ezt tudom állítani. Ó, hát leültél már, sajnos leültél. Hát akkor ez 10 dollár lesz, ezt még elvesszük, aztán perkelj. És akkor lényegében óránként vált játékot, hát az 1 dollár az nagyon tré, de a 10 is, szóval egyébként azzal sem vagyunk sokkal előrébb.
Itt, hát valószínűleg akkor úgy növelkedik majd az ára, ahogy egyre jobb lesz majd a setup. Erre kéne ráállni. Ha már valamennyire gamer gépnek néznek ki, és nem egy fadoboznak, akkor azt mondom, hogy oké. Hopp, ott a pénz, mennyi? Ha ugyanúgy 7 dollár. Amikor leült, akkor számít az ár. Kár. Jó, hát 10 dollár tuti nem fognak érte adni, 8 dollár, az még úgy zöldbe van. 9. Jó, legyen 8, inkább kevesebbszer álljanak föl. Ki lehet kapcsolni, meg kikelni. Tehát jön a srác. Beül, és azt mondom, hogy taka van, barátom. Ó, közben ott pörög is a dollárocska. De azt mondom, hogy taka van, itt nálunk te nem, te ki vagy tiltva, akkor elmegy. Na ilyet nem fogunk csinálni soha. Felőlem aztán, meghekkelheti a NASA szerveit is, innen csak fizesse ki az óradíjat. Közben meg este van, szóval megyek haza aludni, hogy minél többet tudjunk tanulni. Hoppá, már nyomj és az új játékunkat. Na, és oda rakta a kis ücsét az asztalra, meg minden. Hát micsoda izé, Hawaii van itt. Közben egy kicsikét rá is hörpint, nagyon helyes. Na szóval, gamer alap elvárások, 60 FPS RGB. Ezekre kéne rámenni, hogy ez egy valaminek nevezhető PC legyen, viszont előtte még az arra kéne figyelni, hogy nem is teljes a setup, hiszen láttunk olyat, hogy fejhallgatót is lehet rakni, ami még nincs. Szóval az pótolni mindenképpen az egyik legjobb lenne. Itt voltak a kis fejhallgatók. Hát, mikrofonos 120 dollár. Mikor láttam én annyit? Hát elmondom, egyik se igazán bizalomgerjesztően néz ki. Hát ettől nagyon több FPS-ig nem lesz, szóval legyen a 25 dolláros. Én most abba bízok. És az a tervem nagyjából, hogy ahogy fejleszgetem majd ezt a gépet, úgy épül majd igazából egy új gép. Szóval, ja. Már van hozzá egy pár alkatrészünk, ami jó. És akkor ezt szépen ledobom neki oda. Úgy, paracsaj, majd a kövi emberke már valószínűleg fel is veszi. Hú, viszont ő itt hagyott egy pár dollárt, várjál. 24 dollárt? Hagyjad be, 3 órát letolt itt a csávó. Szép. Viszont az árat azt nem igazította hozzá a fejhallgatóhoz. Várj! Állj! No! Disable! Ne! Kik! Nem morogjál! Én mondom meg, mikor mi van. Pedig írja, hogy fejhallgató pipa, szóval... hát... ez bizony akkor így szomorú, mert nem lett drágább, de lehetséges, hogy tovább fog maradni mondjuk. Az is valami. Ó, és itt alul van reviews. Nézzük csak. Aha, 15 pozitív, 1 negatív. Erre! Hát jó, végül is működik. Jó, azért ez 3,8 csillag, szóval az nem feltétlenül azt... azt jelenti, hogy 5 csillagosak vagyunk, csak hogy nem feltétlenül kéri vissza a pénzét. Ha jól látom, a 3 csillag alatti a mínusz. Ja. Miért jöttem én egyáltalán ide? Hát igen. Good Club. Nincs headphone, aha, ez egy kicsit lepontozta. Jó, akkor az értékelésben fontos. Hopp, és ő már fel is vette, ott van a fején, a fejhallgató. Nagy infózások mennek a dotába. Úgyis van competitive play. Ez szóval még hangosabban fog üvöltözni, mert nem hallja vissza magát. És mondják még, hogy nincs elég game. Azt még inkább lepontozzák. Há jó, de el se fut, akkor vegyem őket. Akkor meg majd írjátok, hogy nincs elég FPS. Ide pörög a Minecraft. Fáklyázza izét a jó kis barlangot. Ott a sok szén. Ő már izére megy. Gyémántra. Nem érdekli a szén. Vasat is ott hagyja. Hát nézd meg. Igazi céltudatos ember, arany se érdekli. Jó, mindjárt megnézem, van-e még valami low budget game, amit megvehetnénk. Azért egy fotót is a legelső setupunkról, várjál. Pózoljál, srác, pózoljál. Maradj ott. Hoppá! Oh, örök emlék. Jaj, tanulni meg nem kéne elfelejteni. Ezt a könyvet már megtanultuk. Ó, hát akkor mehet ki a szemétre. A többi izé kosár mellé. Majd lassan már nyitatunk egy üzletet, ahova kiírjuk, hogy kosár eladó 3 dollár. Jaj, a Radio Engineering a következő könyv. Tehát sorba kell őket mindenféleképpen. És hát nem azt vettem, szóval... vettem meg azt is. 34 dollár. Jó, belefér. Én még egyszer nem fogom eljátszani ezt a melyik alkatrész a rossz játékot. Hát a srácot nem lehet lelőni. Hát már harmadik órája van itt, ugye? Nagyon drága lesz ez, kis barátom. 24 euró. Dollár. Majdnem mindegy. Aha, annyi is volt. Már le is lépett, és ott a 24 dollárunk, akkor nézzünk csak bele, hogy mik vannak még. Hát végül is a Doom 3 se lehet azért annyira combos, egy Far Cry-t felejtsünk el, GTA 4 a 40-90-en kifog, Half-Life, meh, Sims 8 se annyira drága. Jó, Sims 8, fel kell utalni. Hé, miért ment le mínusz 43%, pedig csak... ide úgy hoztam a Gamer Clubon mellé, de az már nem bent van, hát az is baj. Hát akkor hova úgy hozzak az informatika bolt mellé?
Az jobb lesz. Nekem már mindig hazajárkálni WC-re. Csak aztán. Akkor Sins 8, Half-Life és a Mood, vagyis hogy Doom. Ez már így azért egy egészen jó arány. Nézzük a Half-Life hogy fut. Hú, azért ez már nem az a nagyon trégrafikás. Ez már tényleg a 4. De végül is 30 FPS, annyira nem is rossz, mint amennyire rossz lehetne. Sims 36. És a Mood, ami ugyanaz, mint a Half-Life, az 26. És kőkemény, stabil FPS. Hát azért mindenképpen a Dota a szűk keresztmetszet. Azért azt lássuk be a 15-ös droppolós FPS-ével, szóval ahhoz kéne hozzányúlni. Én nagyon erősen egy izét érzek, egy CPU battle-neket. Nem vagyok elég vidám? Hát igen, mert a húgyozásra szomorú leszek, de hát... Jaj, egy kis csokikát. 500 boldogság a csokitól. Hagyjad már. Akkor kell vennünk egy kis gumicukrot. Az mindig segít. Ja, amúgy a gépben nem igazán vették meg annyira, amennyire kiraktam. Kihitte volna, visszahoztam reális árra. Fire! Fire? Mi? Dobták a heget Minecraftba, vagy mi? Jön a Creeper? Te szellemeket látsz, hogy előjött valami második világháborús flashbacked? Édes Istenem, inkább megyek haza alszok. Na szóval, hogyha WC-t veretem telibe, akkor már nem leszek szomorú? Nem? Ha. Nice. Kihitte volna, hogyha a WC-be pisilsz a bolt közepe helyett, akkor minden problémád megoldódik. De várjál már, hogy ez normális, hogy üdítőn élünk és 15%-at visz föl? Nincs víz. Sőt, tovább megyek. Nem folyik víz a csapunkból? Nem? Hát nem. Jó. Hát víz az nincs. De ilyen 3 literes narancslé az van 5 dollárért. Ami, hát végül is, hát tej csak 4 dollár és ugyanúgy 3 liter. Hoppá. 20%-ot visz fel. Akkor a narancslé. 25%-ot. Hát ezt nem hiszem el. Mindegy, hagyjuk inkább. Ó, ma ott vannak a zsugák az asztalon. Hagyjad. Mennyi? Azt mondjuk nem látom, hogy mennyi, de 85 dollárom lett instant. Azóta 3-an voltak itt. Szeretsz, hogy őrizetlenül hagyom nyitva a helyet. És így jönnek addig is. Szóval, milyen van most nekünk? Őha, ez az i3? Ja nem, itt vannak ilyen sokkal kis prolibbak is. Ezek nincsenek szép díszes dobozba. i3-mal már lehet szép dolgokat csinálni, az LGA 1150-es foglalatba illik bele. Az már 1151, ójjaj. Milyen az alaplapunk? 775-ös LGA. Mennyi az új alaplapa a 1150-es? 161 dollár! Úristen! Na jó, megérdemlik a mi kis elkötelezett vásárlóink, hogy valami jó gépet nyomjanak. 93 dollárom van, szóval ez még akkor odébb van, de megvárom. Hát pár nap eltelt, bár ezt a könyvet is teljesen megtanultam, szóval ez is mehet ide. A gépet is lefosztották, de van a kis készpénzes kis tárcánkban 372 dollár. Mert hogy nem csak az alaplapot kell most megvennem, hanem egyben vele együtt az új processzort is, ami hát akkor már nem egy i3 lesz, hanem egy i7. Hát mi nézhettek ki jobban, mint egy i7 gamer gép esetében, szóval tökéletes, már fizetek is 14 dollár. Maradt, de remélem, hogy megéri, mert ezzel azért eléggé szépen be fog indulni. Most így viszont már videókártya battle nekünk lesz, szóval átjöttünk a másik oldalra, de videókártya fejlesztés is tervezek, szóval semmi para. Ó, hát pont le is lépett a barátunk, szóval bezárunk. Akkor be is csukja az ajtót? Á, nem, ezt az ajtót nem lehet becsukni. Na mindegy, nem is kell, biztonságosan ide helyezzük az asztalra a számítógépet, és hát igazából pakoltunk kifelé mindent. Milyen állapotban van a videókártya? 10%-os a romlottsága. Lényegében igen, ez a helyzet, így kell ezt mondani, és 50%-os a pontosságunk, szóval ez egy eléggé jól meghatározott érték. Na nézzük csak az új alaplapot, ott is van, hát sok különbség azért nincsen, de azért heatsinkek itt már sokkal inkább vannak. Láthatóan nagyobb teljesítményű a chipset, meg a processzor. Vezérlés. Szóval mehet bele, azért jobban is néz ki. És hol a proci? Kicsomagoljuk. Az is van a kis i7 7700K UEM, egy csoda processzor, Istenem. Hát ez a gyári hűtővel nem biztos, hogy a legjobb kombináció lesz, úgy. Nem tudom, ez mennyit fog számítani. A régi procink, ez milyen állapotban van? A ramok is mehetnek át, azok is 10%-osak egyébként. A régi proci pedig ugyanúgy 10%-os, szóval ez így jó bírta azzal a hűtővel. De azért ide majd egy toronyhűtő illene. Egy darabig szerintem ki fogja bírni, amíg szerzünk vele
bele egy kis pénzt. Oda szépen kirakva a doboz, az új alaplop doboz elé. Nézzük a dotában az FPS-ünket, mert az a lényeg... 40. Kerekítsünk, az 40. Easy-be megdupláztuk az FPS számot, és easy-be megdupláztuk a bevételünket, és az itt a kérdés. 8 dollár per óra. What? Hello, itt valami nem oké. De akkor mitől függhet az ár? Ez nagyon, nagyon furcsa. Ó, rendesen mutatja, hogy 17 órát játszottak Dota 3-mal, Kapitál vár azonnal 4 órát. Hát ma ott van a Doom is, 60 FPS-se, hát. Figyelj, hívunk először egy embert, aztán meglátjuk. Először bele kell kóstolnia, hogy milyen a jó élet. Hát 24 dollárt hagyott itt, ugye 3 óráért, ami végül is jó arány. Na, gyorsan, 10 dollár! Ám az beleüt. Kik? Szóval sokat maradnak, ergo elégedettek, szóval bőven vihetünk föntebb az áron, mondjuk a 10 dollár lehet kicsit sok. De hogy így van baj, hogyha ez a max ár. Hát azóta nem nagyon jött senki, amióta ez az ár jó legyen 9. Aha, és pár ott is van a vásárlók, nagyon jó. Hé, hey, miért van csukva az ajtó? Mi, valaki bezárkózott? Vagy, mi? Ja, várj, a szomszédnál vagyok. Na szóval, hello. Most így jobban belegondolok, igazából annyira nem is meglepő a dolog, mert jobban belegondolva, hogy most 30 FPS-e vagy 60 FPS-e fut a game, azért nem kérhetsz a dupla annyi pénzt. 15 eurót egy órára, érted? Tehát ez rablás, már ez is egy rablás. Főleg, hogy jó pár észre sem veszik, hogy most 30 FPS vagy 60 FPS, akkor viszont rosszul gondolkodtam, maradj már. Itt nem a fullos setupokat kell elsősorban kielégítenünk, amiket nyilván visszaköszönnek, hogy csak 3,4-es az értékelésünk, de inkább több gép kell, több setup, hogy több helyen pörögjön a pénz. Szóval ebből a szemétkupaszból itt össze kellene hozni egy számítógépet, és akkor már egyből dupla bevétel, majdnem, mert azt azért nem raknám ki 9 dollárért, de majdnem dupla. Ezt már egyébként kiszámoltam formulás közben, mert érdekelt, hogy mennyi egy alapsetup ára, és az egész ára 300 dollár. Annyi, amennyiért most alaplapot meg procit vettünk. És ezzel is tök jó meg voltak elégedve, szóval, ja, 200 dollárból meg leszünk. Beindítom újra a kis üdítőautomatát, és akkor itt is van minden, 2x2 GB, 1333-as RAM, és amúgy meg minden más is ugyanaz, 400-as táp, 250-es vinyó, átlátszógépház, és ez így csak 176 dollár már kisperkáltam, és ja, építhetjük a második gépet. Így sokkal olcsóbb, hogy már volt egy pár legfontosabb alkatrészünk igazából. Ó, mondjuk lehet, hogy kéne asztal meg szék is. Na várjál már, láttam valahol bútorboltot. Ja igen, pont mellettünk kettővel. Itt vigyék el előtte mindig, de még egyszer sem néztem be. Mik azok a dobozok? Mi van itt? Kirakodó vásár. Ó, szevasz! Már hogy csörözik, nézd oda. Akkor amikor belekortyolsz, úgy bizony, tökéletes. Egy csak délután egy van, de te már nyomod? Hát egyből meg is szomjaztam, ahogy néztem. Hát ez szép a... Wow, mik azok az asztalok? 300 dollár! Pro table, az... 780 dollár, még USB port rajta, megőrülök. Na jó, van, hagyjál, hol a izé faasztal? Á, ez kereke, 26 dollár, 13 dollár, gyönyörű. Normál forgószék, 460, ja, jó, akkor ezt kérem, köszönöm. Amint lesz anyim, persze. Ezek mik amúgy? Ó, csempék! Egy kis joystickos csempe, hagyjad. Ez meg... famintájú csempe. Mert véletlenül se rakjunk le lamináltat, milyen dolog az? Azt de király szék az! Ez csak egy kis fotel? Vagy ebből nyomják majd a gémet? Mi a 720 ér kanapék? Vagy az otthonra? Ó, tapéta! 40 dollár, annyira egyébként nem is drága cucc. De most még egyelőre nem tehetjük meg. Mármit, de megtehetnénk, de most prioritások. És kész a második gép is, szépen belepakolva minden. De mielőtt még felraknám a legfontosabb kérdés. Két asztal, egy gép. Működik-e? Ó, nem. Vagy az egyik, vagy a másik. Akkor viszont a dupla setup várja a vásárlókat. Nézzük ennek az árát. 7 dollár. Ment ez 8 dollárért is, megnézzük, hogy ez is fog menni. Akkor már talán benne volt a Jobbik videókártya, de tapasztalataim alapján annyira nem volt fontos. Azért Steam-et rátelepítünk, meg a vírusírtót is, még ha nincs is rá licenszünk. És az a kérdés, hogy vannak játékok, ezeket mindegyből fel is tudjuk rá telepíteni. Kérdés,
lesz baj az egy profillal. Mert ugye akkor most mind a kettő ugyanabban a profilban van. Jaj, akkor talán a multiplayer game-mel lesz a baj, vagy... Vagy... Hát majd meglátjuk. Aha! Meg is jött a... Jó, nyugodtan vegyél piát, igen. Az azért, ezért így felbosok, ne is foglalkozzál velem. És egyből ment is a régebbi setupra. Hát pedig egy dollárról olcsó, barátom. Ennyit megér? Nem mindegy, hát akkor majd a következő emberke nem lesz annyira szerencsés. Jöhetne már? Na. Gyere már, ne menj már el. És inkább elmegy. Mi? Hát de itt a tök jó setup, nem áll? És ő is inkább elmegy. Na jó, van már. Lehet, hogy akkor így most már kicsikét baráti bárokat kellene tartanunk, és mindegyikből visszavenni egy dollárt, hogy legyenek emberek, mert az a lényeg, hogy üljön itt valaki mindig. Mindegyik gépnél. Aha, aha, egyből máljon is. Nagyon király. Na, ezt szeretném látni. Dupla setup, dupla profit. Amit végzett, szerintem egy 3 órát le is nyomott, szóval nem panaszkodok. Ő itt még azóta folytatja, jön a kövi, és le is ül. Nagyon jó. Na hát ez indulgat itt be az élet, és most már mindenféleképpen ez a taktika, hogy ide minél több setupot be kell taposnunk. Talán a helyadottságai nem teljesen alkalmasak rá, de nagyon jó lenne egy 5v5-ös setupot betaposni ide. Hát csak 4v4 lesz belőle, hogyha azt akarjuk, hogy hát ne legyen ilyen nulla mozgástér. De majd meglátom, 4v4 az biztos, hogy benne lesz, és ez már 8 gép. Az már hozni fogja. Jó, 16 dollárnál elment, több még 8 dollárnál egy nyomja. Jó lesz ez. Szóval innen folytatjuk legközelebb. Köszi szépen a figyelmet, srácok. Hogyha ez a rész is tetszett, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot. És amíg nem tettétek volna, még iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok a csapatba. Na, sziasztok!